A hétvégi fesztivál után a Városházán fogadta a kínai vendégeket Fercsák Róbert polgármester. A kínai magyar kulturális szervezet képviselője, Bond Li és felesége 2 évvel korábban jártak Baján, akkor turistaként érkeztek a Halfőző Fesztiválra. A sokszínű program felkeltette az érdeklődésüket, ezért most a kínai Csencsó város képviselve érkeztek, és arra kérték a bajaiakat, hogy meséljenek az itteni mindennapokról, a kulturális értékekről, de az egészségügyről. Ügy és az oktatás is érdekelte őket. We have 5-0 million peoples. Ahonnan mi jöttünk, ott 5,2 millió ember él, de ez Kínában nem számít nagyvárosnak. Nálunk is nagyon szeretik az édesvízi halat, és olyan tiszta vízű tavunk van, amiből inni is lehet. Reméljük, hogy egyszer majd közösen is tudunk szervezni egy fesztivált, egy halünnepet, ahol a kínaiak és a külföldi vendégek együtt ünnepelnek, és nagyon jól érzik magukat egymás társaságában. Kínában a sárkány a vizek ura. Így náluk nem halfesztiválnak, hanem a sárkány ünnepének nevezik a gasztronómiai rendezvényt. Hunan tartomány déli részén a hegyek közötti völgyekben tiszta vízű tavak húzódnak, és a helyiek nagyon büszkék arra, hogy a városban is sok a zöld felület. A vendégek elmondták, nem csak a turizmus, hanem az oktatás terén is szeretnék szorosabbra fűzni a kapcsolatot Bajával. Magyarországon jelenleg több mint 1000 kínai diák tanul a felső oktatásban. A jelenlegi szándékok szerint az oktatás, illetve itt a fesztivál kapcsolatok lesznek az első pontok, találkozási pontok, és hát abból kifolyólag még akár egy testvértelepülési, testvérvárosi kapcsolat létrejötte is megtörténhet. Természetesen első körben, első szándékként, mindani, ahogy lenni szokott, egy együttműködési megállapodása kerül majd sor, hogyha eljutunk odáig. A kínai magyar barátságra egyelőre pálinkával kocintottak a Városházán, de a jövőben szeretnék hivatalos dokumentummal is alátámasztani az együttműködést. Köszönjük.